Bölcsészetudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének a restaurátor műhelyébe vagyunk. Itt a terítőasszalon láthatóak azok a csontok, amelyeket az elmúlt hetekben emeltünk ki a Tihanyi apátság altemplomának, az ominózus András király sírlappal fedett 1953-ban létrehozott sírépítményéből. Három nagyon rossz állapotú faládában voltak elhelyezve a csontok. Ezek a ládák igazából már a felszedéskor megsemmisültek, illetve szerkezetileg nem engedték meg azt, hogy ezeket ládába emeljük ki. A csontok önmagukban, a ládák számozása tekintetében nem rejtenek semmiféle extra összefüggést. Az egyes ládák között átjárhatóság van a között, hogy egyes feltételezett egyénnek a csontmaradványai melyik ládába lettek elhelyezve. Érdemes megemlíteni, hogy jelen pillanatban semmiféle konkrét adatunk nincs arról, amelyek kapcsán a itt látható csontokat egyértelműen tudjuk kötni a altemplom használatának időrendi fázisaihoz. Ezek között akár lehetnek a nagyon korai és ugye a királyi hercegi temetkezés időszakára tehető temetkezésekből származó csontok, ugyanakkor lehetnek azok a 17-18. Századi temetkezések, amelyekről tudunk, hogy utólagosan temetkezési célra ebbe az időszakba használták az altemplomot. Jelenlegi feladat, ami azért meglehetősen ambíciózus, az, hogy próbáljunk meg rendet rakni ebbe a emberi csont kollekcióba, elnézést a kifejezésért, de most tulajdonképpen egy fura puzzle játékra készülünk. Megpróbáljuk az anatómiai tudásunk és egyéb járulékos ismeretek alapján létrehozni azokat a kvázi egyéneket, amelyekhez a csontmaradványok többsége tartozhat. Ebbe általában a szakma szabályai szerint a minimumra tudunk törekedni, tehát arra törekszünk, hogy megmondjuk, hogy minimálisan hány embernek a maradványai láthatók itt. Ugye a maximumot azért nem fogjuk tudni megmondani, mert az anatómiai összefüggések a csontvázak tekintetében nagyon sokszor megszakadnak, szinte minden esetben, tehát egy koponyát nagyon nehéz az anatómiai egységnél, vizsgálata nélkül mondjuk egy lábszárcsonttal azonosítani, hogy ez ugyanannak az egyénnek a maradványa. Ezért lesz majd egy komoly feladat, hogy akár a DNS vizsgálati módszerekkel, akár pedig a radiokarbon abszolút kormeghatározási módszerrel próbáljunk meg segítségül hívni ilyen technikákat, hogy rendet tudjunk rakni, vagy megpróbáljunk rendet rakni a csontanyagban. Az már most látszik a kiterítésből, illetve a vizsgálatok jelenlegi fázisába, hogy többségében férfi maradványokról van szó, felnőtt férfi maradványokról van szó. Találtunk kisgyermekhez tartozó maradványokat, egészen 2-5 éves egyéhez tartozó csontmaradványokat is. Az anatómiai, antropológiai ismeretek azt megengedik, hogy jelen pillanatban azt mondjuk, hogy minimum 5 egyén van elhelyezve, és ehhez az 5 egyénhez jelen pillanatban legalább 4 koponya maradványt tudunk hozzáilleszteni, de nem a szószoros értelmében, de lehet, hogy az, hogy ezek a 5 plusz 4-ként jelentkeznek a demográfiai képben, vagy pedig a 5 combcsont által jellemzett egyéhez tartozik a 4 koponya, ez majd a későbbi vizsgálatoknak a tárgya tud lenni. Vannak olyan csontmaradványok, amelynek látszanak egyfajta kezelésnek, vagy valamiféle védőanyaggal való bevonásnak a nyomai, ezek fényesebbek, egyenletesebb felületűek, mint a többi csont. Ugyanakkor vannak az úgynevezett patinás csontok. Ezek a patinás csontok vélhetően valami fémoxidnak a megjelenése kapcsán elszíneződést hoznak létre az adott csonton. Ugye ez a alszárnak a csontjain láthatóak, és felvetik azt a kérdést, hogy milyen olyan fémtárgy kerül általában bele egy sírba, melyik történeti korszakba, melyik temetkezési fázisba, amely ezen a csontváz régióban, egy nyújtott testű csontvázat képzelünk el, ott lenyomatot hoz létre. Ez a ominózus két lábszárcsont és a hozzájuk tartozó szárkapott csont a
A csontoknak láthatóan az alsó részén erőteljesen jelentkezik ez a zöldes elszíneződés, ez a úgynevezett patina, amely egyértelműen utal a test ezer részén elhelyezett, vagy a test mellé elhelyezett valamiféle olyan tárgyra, amelynek a különböző oxidjai azt az elszíneződést okozhatják. Tehát itt feltételezhetünk valamiféle nagyságrendileg is értékelhető fémtárgyat. Nekünk ebbe a összerakós játékban sorvezető a nemek különbsége, illetve az eltérő életkoroknak a különbsége. Nagyon markáns méretbeli különbség van ugye a kisgyermekek csontozata, illetve a felnőtt kifejlett csontozat között. Ezt nagyon jól fel tudjuk használni életkorbecslésre. Ebből a szempontból a kisgyermekek kora egyébként mindig pontosabban megadható, sokkal pontosabb határok között lehet meghatározni az ő elhalálozási életkorukat. Felnőtteknél, hogy megy föl az életkor, egyre nehezebb ezt a pontosságot tartani, lévén, hogy a úgynevezett egyéni hatások, amelyek az életben jelentkeznek, a táplálkozástól kezdve a betegségekig, egyéni életutakat adnak a csontvázak tekintetében is. Éppen ezért minél idősebb, annál jobban nyílik ki ez a bizonyos becslési határ. Nincs nagyon idős maradványunk a csontvázak között, ez biztosan elmondható, legalábbis azok, az anatómiai helyeknek a megfigyelése kapcsán, hogy ez egyáltalán elmondható, tehát nincs olyan állkapcsunk, amiből az összes fog hiányzik, vagy nagyon korán elvesztette volna, felszívódtak volna a fogágyak. Van egy kimondottan fiatal, 30-as évet korra tehető állkapcsunk, amely nagyon jó fogazati állapottal bír. Mindenképpen van egy női csontvázunk, amelyre a medencéből tudunk következtetni, és úgy tűnik, hogy ennek a medencéhez tartozó combcsont kapcsán elindulhat ennek a csontváznak a nagyobb kiterjedésű összerakása. A csontanyag vizsgálatokon mindig különleges figyelemmel követjük a koponyának a sorsát, vagy a koponya maradványokat. Ugye ennek van egy fokú olyan indítatása, hogy ez a legindividuálisabb része az emberi csontváznak, illetve ehhez kötődik a legtöbb emóció az emberben, mégiscsak így néz szembe egy valaha élt embernek a tekintetével, főleg, hogyha ez egy nagyon ősi, nagyon régi időszakból kerül ki. A koponya maradványok viszont a koponya struktúrájából fokadóan sokszor nagyon rossz állapotban maradnak meg, adott esetben sokkal gyengébben, mint egy hosszú csontok, vagy más jellegű csont. Ennek ellentmond az állkapocs, amely a koponya szerkezetében a egyedüli olyan csont, amely úgymond valódi ízülettel kapcsolódik a koponya többi részéhez, és itt egy olyan szerencsés helyzet van, hogy a koponyának az állkapocs részét azt tudjuk passzintani a koponya többi részéhez, az arcrégióhoz. Ez egyfajta hitelesítést. Abban az esetben, hogyha az úgynevezett okklúziós felszínek, tehát a fogazati felszínek méretben, illetve morfológiailag megfelelnek egymásnak, úgy kimondhatjuk, hogy ennek a két maradványnak az egy-egyénhez való tartozása nagyon nagy fokban valószínűsíthető. A koponyán ezen is, meg a hozzátartozó temporális részen látszik az, hogy megpróbálkoztak egy rögzítéssel, egy fajta ragasztási technikával, ami egy most mai technikához képest azért már egy eléggé elnagyoltnak tűnik, ugyanakkor ez a típusú ragasztás ahhoz kellett, hogy a koponyának a másodlagos torzulásait, amit egy sérülés után a földben mondjuk elszenved, vagy vízjárt a területen elszenved, amikor különböző irányba mozognak a különböző csontváz részek, a különböző ízületi részeknek, vagy töréseknek a mentén, itt teljesen el tud deformálódni. Most ezt a deformálódást adott esetben ki lehet kompenzálni egy ragasztóanyaggal, így szépen lehetett itt nagyjából az arc régiót összeállítani. A koponya megléte egy adott vizsgálatban nem
csak morfológiai szempontból jelentős, hanem azért is, mert a modern technológiák közül a DNS vizsgálat a koponyát tekinti kiinduló pontnak, legalábbis abból a szempontból, hogy a sziklacsontnak, az úgynevezett sziklacsontnak, ami nem más, mint az ember halántékcsonti részének a befelé menő szikla része, sziklához hasonlító része, úgynevezett Petrus csont, az a DNS mintavételnek az elsődleges helye. Itt ebbe a régióból az ujjammal mutatom, itt fogunk apró fúrásokkal lukakat ejteni a csonton, és onnan nyerünk olyan mennyiségű csontport, amely az analízisekhez szükséges lesz. Ez egy relatív kicsi roncsolással járó vizsgálat. Ugyanakkor, ha a radiokarbon vizsgálat és a genetikai vizsgálatot össze akarjuk hozni, mármint biztosak akarunk lenni, hogy az adott DNS jellemző melyik csontvászhoz tartozik, akkor célszerű abból a csontrészből küldeni a radiokarbon vizsgálatra mintát, amelyből magát a DNS analízist végezzük. Tehát, hogyha én ebből a csontból kinyerném a DNS-t, és egy másik hosszú csontból küldeném el a C14-es vizsgálatra a mintát, akkor adott esetben eltérő adatot kaphatok. Az megint más kérdés, hogyha a combcsontból is elvégzem a DNS vizsgálatot, akkor egyfajta hitelesítést tudok végezni, hogy a kettő összetartozhat, vagy nem tartozik össze. Ezek a hitelesítési eljárások általában kizárólag jellegűek, tehát nem azt mondjuk meg, hogy biztos, hogy a kettő összetartozik, hanem azt tudjuk megmondani, hogy melyek azok, amelyek biztos, hogy nem tartoznak össze, és ez már minket segít a későbbi vizsgálatokban.